Köszöntöm a kedves nézőket, az Eurosporton Lantos Andrást hallják. A hétvégén véget ért az Endurance világbajnokság. Csodálatos pályákat járt be ez a sorozat. Az idei szezonban Silverstone, Spa, Le Mans, ugye a nagy Le Mans-i pálya, Lasart, Nürburgring, Mexikó, az Egyesült Államokban az Austin-i pálya, aztán ugye Japánban, Kínában is rendeztek futamot, és végül Bahreinben zárult az évad. Három bajnoki cím még kiadó volt, úgyhogy meglehetősen izgalmasan alakult az utolsó futam. A pole pozíciót az egyes Porsche szerezte meg Neil Jánival. A Porsche ugye már bebiztosította az LMP1-es világbajnoki címet. A Toyota a szép búcsúra készült, már az idei évtől búcsúra, mert ugye a bajnokságtól a Porsche Ind búcsút. Az LMP2-ben Nicola Lapierre a Signatec Alpinnal szerezte meg a polt. A GTE Pro-ban Sam Bird és az AF Corse 71-es rajtszámú Ferrari-ja indulhatott az élről, és a GTE amatőr kategóriában pedig a 98-as Aston Martinnal Matthias Lauda. Íme a rajt, és a Porsche-ék egyelőre tudják őrizni a vezetést, bár külső éven egy nagyon rövidet fékez az egyik Toyota. Utána viszont szépen kikényszerítik a Porsche-ék a poros ívre, úgyhogy továbbra is az egyes autó őrzi a vezetést Neil Jánival. Hála Istennek az első néhány kanyart a mezőny vége is kibírta, úgyhogy egyelőre Porsche, Porsche, Toyota, Toyota. A Toyoták közül a 8-as előrébb, és a 7-es mögötte a második helyen. Ugye a 8-asban Buemi Davidson és Nakajima, a 7-esben Conway, Kobayashi és Lopez. Nagy meccs a GTL Pro kategóriában is a 97-es Aston Martin, illetve az egyik egészen pontosan a 67-es Ford között. És az LMP2-ben pedig vezet a Vaillant Rebellion a 31-es Sennával, aztán a 26-os autó Russinovval. Ugye itt még hárman, az LMP2-ben még hárman is esélyesek voltak a világbajnoki címre. A fordulót megelőzően a 36-os Signatec Alpine, a Jackie Chan DC Racing 38-as autója és a 31-es rajtszámú Rebellion. És már is megkezdődik a meccs a Rebellion, illetve a Jackie Chan DC Racing Oreca között. Egy ugrás hátra a GTE Pro kategóriába, közben az LMP2 állását látjuk. Ott egyébként a GTE Pro-ban az első körök után Sam Bird vezet a Ferrarival, Harry Tignell a második a Ford GT-vel, és közben egy kontakt méghozzá két bajnok esélyes autó között. Úgyhogy érkezik is külső éven a Menor, és Vitaly Petrov próbálja meg átvenni a pozíciót. Egyelőre ezt a támadást sikerült visszaverni. A 31-es Vaillant Rebellion autóban Julien Canal, Nicolas Prost és Bruno Senna váltja egymást. Ők a bajnok esélyesek. Az egyéni címre viszont Nicolas Prostnak nincs esélye, ugyanis a Nürburgringi hétvégét kihagyta. Earl Bumper, Brandon Hartleyt és a korábbi Porsche pilótát Mark Webbert látjuk, és ezt mutatták. Az egyik Porsche egy ilyen terelőbóját eltalált, és elképzelhető, hogy beragadt az autó alá. Nagyon gyakran alulkormányzott az autó, panaszkodik a pilóta. Megnézzük, hogy mi történt. A biztonsági autó előtt mondtam, hogy neki mentünk egy ilyen bójának, és hogy lehet, hogy még mindig az autó alatt van. Megérkezik a Porsche a boxba, és valóban ott a bója. Úgyhogy ezt gyorsan kicserélik, vagy kiveszik, és rakják föl az orrészt. Ezzel hátrányba kerül a kettes Porsche. Timo Bernhard ült egyébként az autóban. Látjuk is, hogy jó percet veszítenek ezzel a kiállással. Az LMP2-ben közben Vitaly Petrov a piros autóban, mikor a Lapierre-t támadja. Bebújik szélárnyékba. És ez egy szép előzés, kicsit még terelte kifele. Pontosabban itt ugye befele. De így is megvan az előzés. Feljönnek tehát az első helyre a Menor autóval Petrovék. Meccs közben a Toyota és a Porsche között Buemi előzi meg Jánit és átveszi a vezetést. A götte pedig Mike Conway a 7-es autóban, ebben ülünk most. Szélárnyékból húzza ki az autót Conway is. A belső ív az övé, picit húzza a testvérautó szélárnyéka is, úgyhogy megvan az előzés, de próbál visszajönni a Porsche. Visszaveszi közben a pozíciót Jani, a második helyet, visszaelőzte Conway-t, és kezdődnek a lekörözések.
Ez pedig megint akadályozza egy picit, Ján, itt összeír a két autó. Lehet látni, nagyon szépen időzítették ezt a versenyt, mert hogy délután 4-kor kezdődött, de naplementében ér majd véget. Lotterer figyel. Lelempék 2 mezőnyben jár közben Neil Jani és Mike Conway. Itt van még egyszer, amikor összeérnek. Jean-Éric Vergne és Bruno Senna érkezik a boxba együtt, és föltartják egymást. Itt pedig egy újabb menor autó, méghozzá Vergne. Ő védekezik. Még a pályáról is letereli a Vaillant Rebellion 31-es autóját, ugye ez, amelyik a bajnoki címért harcol. És együtt érkeznek meg az LMP1-es Porsche mögé. Az első óra telt el a versenyből, szépen lassan besötétedik. Íme Vergne és Senna. És Senna nagyon szeretne már előzni. Megpróbálja a külső ívet, össze is ér a két autó. És meg tudja előzni a menort. Ezzel a harmadik helyet átveszi a Vaillant Rebellion autó Bruno Sennával. Határeset, de még elfogadhatónak tűnik egyelőre. Közben visszatérünk a mezőny elejére, José María López megelőzi Neil Janit, folytatódik az 1-es Porsche és a 7-es Toyota meccse. Most López egy picit meg tud lépni. Itt van még egyszer az előzés. Sokkal jobb volt López kigyorsítása, de közben megyünk vissza az LMP2-be, mert az élen változás történt. Hopintung vezet. Mögötte pedig Nicolas Lapierre. A 36-os Signatec autónál megpróbáltak tripla etapokat futni a gumikkal, ezért nem olyan jó most a tempójuk. A versenytempóból áldoztak fel valamennyit azért, hogy azt megspórolják, aztán az időt megspórolják a boxban. Ugye őnekik volt az LMP2-ben valamivel kisebb esélyük a bajnoki cím megszerzésére. 38-as Jackie Chan DC Racing autónak és a 31-es Bruno Senna féle Vaillant Rebellionnak volt igazán komoly vagy komolyabb esélye. Közben látjuk a GTE Pro kategóriát, ahol a 71-es AF Corse Ferrari továbbra is vezet. Közben egy jó kis Porsche csatát láttunk az imént. Sandbird és Priol meccsét is megnézhetjük. És Priol végül megelőzi Sandbirdöt. Folytatjuk az összefoglalót az Endurance világbajnokság idén záró versenyéről. 4 óra van még hátra a 6 órás bahreini futamból. José María López pedig a boxban, vagy a box kiállás környékén megelőzte a 8-as autót, a testvérautót. A 8-as egyébként nem cserélt itt gumit. Közben pedig pici hiba Andy Prioltól, és Kevin Estre meg tudta őt előzni. De Priol üldözi tovább a franciát a Porsche-ben. Jelen állás szerint egyébként az 51-es AF Corse Ferrari megnyeri a világbajnoki címet. Közben Estre is elvéti ezt a kanyart, picit lecsúszik, és már is ott van mögötte Priol, de nem tudja megelőzni. Ajj, és aztán egy nagyon durva ütközés Kamui Kobayashi és Michael Christensen között. Külső évre engedi oda Kobayashi a Toyotát. Nagyon sietett volna, Christensen nem veszi észre. Tipikus endurance baleset. Full course yellow. Egész pályás sárga. A Toyotánál döbbenten figyelnek, Christensen kiszáll. Ő is csak nézelődik. Elnézést kér, közben Kobayashi azt mondja, hogy volt egy kontakt az egyik Porsche-vel, azt hiszem defektet kaptam. A 8-as Toyota esélyei tehát jelentősen csökkennek. Többenetes képek közben a box utca bejáratánál, de végül mindenki megúszta.
A 8-as Toyota majdnem kijött, aztán mégsem. Jackie Chan DC Racing autóval akadtak majdnem össze. Na most megérkezett a 8-as autó a boxba. És jön is egy versenyző csere. Kettő óra, 10 perc van még hátra. És itt látjuk a pillanatot, hogy a box kiállás következtében az egyes Porsche visszaszerzi a vezetést Nick Tandyvel. Ez imént a 7-es Toyotának voltak problémái, és most a 8-as jött ki a box kiállásra, csak hogy mindenki számára érthető legyen a szituáció. Priol közben, és Rigon csatája. Rigon a Ferrari-ban, Priol a Fordban. A második helyért zajlik ez a meccs a GTE Pro kategóriában. Nagyon bátran teszi itt belső évre Rigon, de picit megcsúszott alatta az autó, úgyhogy Priol visszaveri a támadást. Itt pedig az első helyért folyik a meccs. Egy lekörözés és egy figyelmetlen pilóta, Nick Foster megy bele Nick Tandy autójába, és így Anthony Davidson átveszi a vezetést a 8-as Toyotával. És lehet, hogy komolyabb baj van az egyes Porsche-vel. Szépen lassan kecmerek be vele Tandy. Látjuk még egyszer a manővert. Innen nézve ez egyértelműen a GT pilóta hibája. Úgy tűnt, hogy fölkínálja a belső ívet. Úgy érezhette Nick Tandy, hogy ez rendben lesz. Davidson már látta messziről, és ki is engedte az autót külső ívre, nehogy belekeveredjen. Rigon közben újra támadja Priolt a második helyért, és a kettős Ferrari vezetésért, sőt, közben az egyik Porsche is érkezik mögöttük. És Rigon ezúttal megcsinálja az előzést. Közben a kettes Porsche érkezik a boxba. Earl Bamber, ő száll ki, és Timo Bernhard száll be. 1 óra 26 perc van hátra, ez lesz az utolsó etapja a 919-es Porsche-vel Timo Bernhardnak. Ő ugye a fejlesztés első percétől kezdve ott volt, de ez az autó utoljára versenyez az Endurance VB-n. És Timo Bernhard is most búcsúzik tőle versenykörülmények között. Az LMP2-ben közben Tung, illetve Bes között a meccs. Erről Hopin Tung a Jackie Chan DC Racing autóval, és mögötte Bes. 13-assal, ugye 13-as Lajand Rebellionnal. Az elejében csak Oreca, ugye az Alpine Gibson is egy Oreca Gibson valójában. Figyelmeztetik közben Bruno Sennát, hogy a 38-as autónak majd még egy extra kiállást le kell töltenie. Közben Jervis beszélget méghozzá a Michelin, illetve a Dunlop mérnökével, a gumigyártó mérnökével. Az összes LMP2-es autó Dunlop gumi megy. Ez egy megállapodás. Közben pedig Bes megelőzi Tungot, hogy jelen pillanatban a két Rebellion vezet. És a 31-es Rebellion így bajnok lehet. Szóval van egy ilyen gentleman agreement gyakorlatilag az LMP1 és az LMP2 tekintetében a Michelin és a Dunlop között. A Dunlop az LMP2-nek, a Michelin az LMP1-nek szállít gumit. Érkezik az egyes Porsche a boxba. Lotterer harmadik helyről. Tankolnak és kereket is cserélnek nála. A versenyt pedig Anthony Davidson vezeti, és nem véletlenül mutatták Sebastian Buemit. Mindjárt beül a svájci. Íme itt a 8-as autó. Buemi érkezik az utolsó 51 percre. A Toyota jelenleg tehát vezet, minden esélyük megvan arra, hogy meg is őrizzék az első helyet, és bár a világbajnoki címet elbukták, az ötödik győzelem meg lehet, és ezzel elmondhatják, hogy több futamot nyertek idén, mint a Porsche az Endurance világbajnokságon. Persze ez nem fogja őket vigasztalni, hogy Le Mans-t is elbukták, illetve az Endurance világbajnokságot is. Közben Bruno Senna aggasztó dolgokat mond a rádión, azt mondja, hogy probléma van a szervóval. A csapat azt tanácsolja neki, hogy próbálja újraindítani a rendszert,
méghozzá négyes gombot tartsa lenyomva. Aggódnak a Rebellionnál, oda lehet a bajnoki cím. És természetesen a Jackie Chan Racingnél is, Jackie Chan DC Racingnél is izgulnak, hiszen így akár a Upintung, Oli Jervis, Toma Loren 3-as pozícióba kerülhet. Itt látjuk, hogy hogy áll ideiglenesen az összetett. 36-os autó közben kint a boxban, Lapierrék közben visszacsúsztak az 5. helyre, nekik már nincs esélyük a bajnoki címre. Pici szünet, és aztán jövünk a hajrával. Nico Prost készülődik, és akkor ez egy nem tervezett pilóta csere lesz. Bruno Sennának lehetnek már gondjai, hiszen szervó nélkül azért ezeket az autókat kegyetlenül nehéz elvezetni. Lehet, hogy be kell küldeni Prostot, azzal viszont időt veszíthetnek. Egyelőre tehát nehéz szituban a Rebellion. Bruno, Nico, ha kell, be tud ülni az autóba. De Bruno Senna azt mondja, hogy ő rendben lesz. Megérkezik közben Oliver Jervis az utolsó kiállásra a Jackie Chan DC Racing autóval. 32 másodperc a hátrányuk Sennával szemben, muszáj, hogy Senna bent maradjon. Különben elveszítik a vezetést. Vagy elveszíthetik a vezetést. A testvérautó érkezik meg közben, Bash Hanson és Piqué autója. És hogyha sikerülne a 38-as elé kihozni őket, akkor még segíthetne a testvérkocsinak, a 31-es Rebellionnak a bajnoki címért folyó küzdelemben. Nézzük a kihajtás pillanatát. Nem sikerül. Itt jön el pont a 38-as. Jackie Chan DC Racing Oreca Gibson. Úgyhogy így nem fog, ilyen formában nem fog tudni segíteni. Óriási hajrá lesz ez itt a végéig. Oliver Jervisnek kell ledolgoznia közel, sőt egy picit több, mint fél percet. Vagy kéne. Viszont gyorsabb az ő autója. És ugye még érkezik arra a bizonyos gyors kiállásra a Rebellion is. Viszont Bruno Senna nem száll ki az autóból, hiába öltözött be Nico Prost. Senna vállalja az utolsó 24 percet szervó nélkül, vagy legalábbis nem tökéletesen működő szervóval. Ugye Prost az egyéni bajnoki címben nem vehet részt, vagy annak ünneplésében. Ettől függetlenül azért együtt fogják ünnepelni nyilván, de ő, ahogy említettem, a németországi versenyt kihagyta. 24 másodperc, 22 percre. Körönként több, mint egy másodpercet kéne ledolgozni a Jervisnek. Közben a GT amatőr kategóriában Pedro Lamiék a 98-as Aston Martinnal vezetnek. Mai nap mutatták be egyébként az új Aston Martin, gyönyörű, érdemes a neten rákeresni. Csodálatos lett. Jövőre bemutatkozik. Ezt a klasszikus Aston Martin megjelenést egy picit talán hiányolni fogjuk, de annyira szép az új, hogy szerintem könnyen megbarátkozunk velem. A GTE Pro kategóriát pedig az 51-es AF Corse Ferrari vezeti, illetve a kategóriát nem, viszont a bajnoki címért folyó meccset igen. Nagyon sok idő van még hátra, úgyhogy egy tiszta előzést szeretnénk látni, nehogy valami más történjen, valami baj történjen köztünk. Tűnik, hogy szeretnének összehozni valami szép kis fotót. Közben 67-es Ford még bemutat egy előzést a végén. Priol megelőzi Fred Makovieckit. Amikor látod őt a célegyenesben, a 71-est megérkezni, akkor ő meg fog előzni téged. És együtt tudtok megérkezni. A 71-es legyen elő, mert egy picit gyorsabb. Úgyhogy valóban egy szép befutót terveznek a Ferrari-sok itt a végén. Egymás mellett már a két AF Corse Ferrari. Az egyik nyerheti a futamot, a másik nyerheti a bajnokságot. Ebben a pillanatban megtörténik az előzés, az elengedés. A 71-es AF Corse Ferrari átveszi a vezetést. Ugye ebben ül Davide Rigon és Sam Bird, míg a másik autóban James Calado és Alexander Pierre Guidi. Jelenállás szerint ők lesznek a bajnokok, már pedig az utolsó körnél járunk. 12 másodpercre ugyan le tudta dolgozni, vagy le tudta csökkenteni, pontosabban csökkenteni tudta a hátrányát Oli Jervis, de ez kevés volt ahhoz, hogy utolérje Sennát.
úgyhogy a 31-es Vajant Rebellion fogja nyerni az LMP2-es kategóriát. A bahreini futamot pedig a 8-as Toyota, Sebastian Buemi, Anthony Davidson és Kazuki Nakajima győzelemmel zárja a szezont. És ahogy említettem, 5 győzelme van az idei évben a Toyotának. A Porsche pedig a gyártók világbajnoka, és ugye az egyéni bajnoki címet is ők nyerték az LMP1-ben. Brendan Hartley, Urban Bauer és Timo Bernhard, a 2017-es bajnok, és így búcsúzik a Porsche. Brilliáns volt ez a mai nap, mondja közben Anthony Davidson. A srácok fantasztikus autót tettek alánk. A motor kibírta Austin, Fujit és Shanghai-t, mert ugye Le Mans-ban problémáink voltak a motorokkal. Úgyhogy a srácok Japánban, akik a motorért és a hajtásráncért felelősek, megérdemelnek egy hatalmas dicséretet. Az LMP2-es kategóriát tehát megnyerte a Vajant Rebellion 31-es számú autója, egész pontosan Julien Canal, Nico Prost és Bruno Senna. De közülük ugye Senna, illetve Canal az egyéni bajnok, mert hogy harmadszor mondom, Prost nem volt ott Németországban. Azért örökre emlékezetesek lesznek ezek a képek majd, ahogy Ayrton Senna és Alain Prost fia ünnepel egy bajnoki címet együtt. De hogy fiát, Bruno Senna ugye nem fia Ayrton Sennának, de ezt azt gondolom mindenki pontosan tudta. És akkor itt a befutó pillanata a GTA Pro kategóriában. A 71-es Ferrari tehát nyeri a futamot, az 51-es pedig a bajnoki címet. És egy gyönyörű kép egyébként a végére, egy lánykérés. A lehető legjobb pillanatban. Sam Bird kérte meg a kedvese kezét pont a győzelem után. Egy pontosabban a győzelem után, mert ő 71-esben megy. Pierre Guidi és Calado lett a bajnok. A GTE amatőr kategóriát pedig az Aston Martin nyerte, méghozzá a legesélyesebb Aston Martin, a 98-as Holden Alana Pedrolami Matthias Lauda. Gyorsan hozzá is teszem, hogy itt Bahreinben az egyedüli Aston Martin volt az övék. De az egész szezonban ők számítottak a legnagyobb esélyesnek, és a bajnoki cím is az övék lett. Nem maradt más hátra, mint hogy megmutassuk a futam végeredményét, és megnézzük, hogyan ünnepelt a Toyota, a 8-as Toyota egysége a dobogón. Sebastian Buemi, Anthony Davidson és Kazuki Nakajima, illetve hogy a végén még azért beszéljünk egy picit a következő szezonról is. Egy Toyota és két Porsche tehát a dobogón, a Porsche viszont innentől kezdve mennek a múzeumba, hiszen a Porsche kiszáll az LMP1-ből és csak a GT kategóriában maradnak jelen. Ami pedig a jövő évet illeti, marad nagyon sok legendás helyszín. Spa, Le Mans, Silverstone, Fuji, Shanghai, érkezik Sebring 2017-ben, és érkezik a Super Season, azaz egy évadon belül, ami nagyjából másfél évet fog felölelni, két alkalommal is teljesítik a Le Mans-i 24 órást, két Le Mans-i 24 órás egy Endurance VB szezonban fog tartozni, és aztán átáll egy olyan rendszerre az Endurance VB, hogy ősszel kezdődik majd a bajnokság, és minden évben a Le Mans-i 24 órás lesz a csúcspont és a finálé. Jövőre jönnek a privát autók az LMP1-ben, nagyon érdekes szezon lesz, mi pedig megmutatjuk majd a futamokat 2018-ban is. Viszont hallásra!